kik vannak velem, az együttesünk tagjai, a Pémogő basszusgitárosa, szólógitárosa és két technikus. Az egyik az igazán különleges, mert az egyik az nyugdíjas katonatiszt, a másik pedig, az pedig a technikusunknak a fia, aki itt van a honvédségnél. Gézának, a Golec Gézának a fia szólt, hogy ma lesz ez a nap, és kíváncsi voltam, hogy milyenek az új eszközök, leopárdok, a linkszek és a többiek. Úgyhogy most meg végignéztem, amennyit lehetett. Hol voltál katona? Kecskeméten a repülőtéren voltam őrkatona. Csak a sorkatonaság alatt? Én 6 hónapig voltam katona. Nem azért voltam 6 hónapig, mert addig tartott a dolog. 2 éves volt, de 6 hónap után kirúgtak, mint békében és háborúban alkalmatlant. És miért lettél alkalmatlan? Teljesen nagyatlan módon hajtottak minket, minden másnap 24 óra szolgálat és a többi. Gyakorlatilag egy ilyen büntető század jellege volt a dolognak, és én nem akartam az életemből 2 évet eltölteni a katonaságnál. Hangsúlyozom, hogy a katonáskodást azt nagyon szerettem, tehát a rohampálya, meg semmi gond, csak kiderült, hogy a honvédség nem képes a saját szabályait se betartani, és írtam egy levelet, mert megmértem egy hajnalban a körlet hosszát, szélét, magasságát, és kiderült, hogy a szolgálati szabályzatban előírt minimális 2,8 légköbméter nem állt a honvédek rendelkezésére. És ebből nagyon nagy kalamajka lett, mert új körletet kellett nyitniuk, és a többi, és akkor ez így folyamatosan ment. Az utolsó dobásom az volt, hogy írtam egy dolgozatot a sorkötelesek szabad vallás gyakorlata Magyar Néphadseregben címmel, és ezután pánikszerűen leszereltek. Azért valamilyen szinten kapcsolatban maradtál a honvédséggel? Figyeled a fejlődését? Azt abszolút. Én militarista vagyok egyébként. És most így élőben milyen látni a leopárdokat? Hát videófelvételen már nagyon sokat láttam, gyakorlat közben is, versenyeken is, meg mindenhol. De hát félelmetesek, egyszerűen félelmetesek. De az összes többi is nagyon, nagyon rideg dolog ez az egész. Digitális most már, de ugyanolyan rideg. Azt hiszem, nem is tudom melyikkel lőttek, ott egy próbalövéseket végeztek. Valamelyik kisebbikkel, nem tudom melyikkel. Hát jól megijedtem, annyira hangosan szólt, hogy a csatatéren egy ilyen lövöldözés, az füldugóval menne csak.